Tisztelettel köszöntöm, még a MIG zónában vagyunk, már majdnem lekapcsolják a villanyokat a Smol Arénában, de még itt van egy boldog és félig boldog játékos, ugye, mert nem tudtunk nyerni, de az első gólját szerezte Dacmezben, szóval ezek gratulálunk. So, Simon, the habit is the habit, and when Simon Pambu is in the lineup, that's never lost, but we wanted to win. We scored three goals, but unfortunately we got three, what is unusual. But how, first of all, congratulations for your first goal in Dats. It was your goal, I think, because you made pressure on the player who made the mistake. Then after Divković didn't score from, and then easy goal for you, and you close your eyes and just shot, or you did what you wanted to do. No, so really thank you for my first goal, thank you. Yes, I'm happy for this first goal. Really, I don't know, I shoot, the ball come to my right foot and I'm not thinking, I just shoot and the ball go inside. I'm really happy for this. Yes, we scored three goals and we got three goals. Unfortunately, we don't win today. But it's better this result to lose, you know, also, because you are still for the sixth position, so it's okay. You are disappointed, yes, but we have to think and look forward for the next season. Igen, tehát először is a góljáról kérdeztem, hiszen az első gólját szerezte Dacmezben, valójában ő neki köszönhető, hiszen ő szerezte úgymond meg a labdát, aztán Divković ugye elpackázta az ittszert, és hozzákerült a laszt, és kérdeztem, hogy becsukta a szemét, és úgy lőtte a gólt, és azt mondta, hogy nem gondolkozott sokat, elékerült a labda, aztán jobban meglőtte, aztán kész, bevágódott a labda, úgyhogy nagyon örül ennek. A 3-3-at illetően annyit mondott, hogy talán ez az egy pont most úgy tűnik, hogy veszteség, de még benne vagyunk az első hatban, úgyhogy szeretett volna nyerni a csapat, mindent megtette a győzelemért, de jobb a 3-3, mint ha vesztettünk volna. So, but the last 20 minutes you missed from the pitch, Kalmar, and also Aluku was injured, so no Regisseur in the midfield. So how tough was for you the last 20 minutes, because the opponent was very strong, and so you have to run for 2-3 men. Yeah, we try to change the system. We start with 4-1-4-3-3, you know, and after we start with 4-2, me and Marin to the same line for close the middle, you know, but we don't success. We are disappointed for this, really. But also if Aluku and Kalmar is not here, yes, we lose two important players for us. But when the player is not here, it's another story. You have to try to make your best, and also in the player who was in the bench. When they go inside, they make the them best, you know. So we try, we change the system, but we don't make good because we receive three goals, you know. Igen, tehát a következő kérdésem az volt, hogy ugye Kalmár megsérült, Aluku sérült volt, tehát nem volt igazán a középpályán egy játékszervező, úgyhogy neki itt két-három ember helyett is kellett futkosnia. Azt mondta, hogy próbálták a szisztémet változtatni egy más játékrendre. Igen, Kalmár és Aluku természetesen nagyon fontos láncszeme a csapatnak, de vannak itt mások is, akiknek ugye meg kell mutatni, hogy helyettük, hogyha ők nincsenek, akkor tudnak játszani. És hát szeretné azt, hogyha a nézők ezek az egy pontnak is örülnének, még akkor is, ha ők megpróbáltak mindent a három pontért, de hát sok gólt kaptak most, és ez volt a probléma. Maybe this goal will be for your career also important in the national team. Maybe the coach of the national team is happy to have players who score the goals. So how can you feel this goal in Europe, first your goal, make you improvement in your career? Yes, for me it's important. I was waiting for my first goal, and now I score. But I have to work again for score another goal, you know. So I don't have a limit. I don't want to stop to one or two goals. But when I can score, I have to score. And when I can give assist for my partner,
I can give assists. But the more important for me is to win the game. To win the game for this season, you know, we have big target to go in Europa League. So not it doesn't matter who score, but we have to win and get 3 points. Thank you, Simon, and good luck. Merry Christmas. Thank you. Igen, az utolsó kérdésem pedig az volt, ugye, hogy a gólja a válogatottba is meghívót, a kongói válogatottba is meghívót jelente. Azt mondta, hogy hát szeretne még minél több gólt szerezni, de nem az az első feladata. Ő a gólpasszoknak is örül, és teljesen mindegy, hogy kilövi a gólokat. A lényeg az, hogy a csapat nyerjen, és minél többször nyerjen, és hát remélni, hogy a szurkolók kitartanak a DAC mellett. Ennyit a Franco TV utolsó DAC őszi meccséről, a Moll Arenából, DAC Vion, tehát 3-3.